Úristen, mennyi motorosok! Mindenki most indul útnak, úgy látom, pünköst hétfőn. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a mai videómban. Mai úti cél Kecskemét, de megyek. És ott meg fogunk ebédelni majd, meg tulajdonképpen megebédelünk, meg megtankolunk. És meglátjuk tulajdonképpen, hogy milyen lesz a mai napon. Csak lehetne már zöld a lámpa különben. Na végre. Nem satú fékezzé már, mert azért annyira nem csináltam olyat. Ha érződik, hogy kicsit nehezebben tud menni a kanyar a szél miatt. Na, beértem Kecskemétre, és akkor elmesélem, hogy mi történt velem még 2 hónappal ezelőtt. Tehát az történt, csak közben itt azért tényleg 40-nel szeretnék menni, nem akarok kapkodni. Tehát motostúdió, az történt, meg tisztelt motoros kollégáim, hogy március környékén olyan 3-4 óra felem motoroztam a városba, egy picit kikapcsoltam, mentem egy pár kört, aztán mentem ugye dolgozni. Ugye előtte edzettem meg mindent, de mindegy, a lényeg az, hogy az előttem egy autós egy óriási satúféket nyomott. Én még messzi jártam, csak haj lehetett a kocsinak a kerekének a nyikorgását, meg minden. És alapvetően dugó keletkezett abban a bizonyos helyen. És ugye volt ott egy kis gödör, amivel tulajdonképpen belement a motoromnak az első kereke. Ugye egy kis gödörben voltam, és a autónak a kipufogójába beakadt a sárvédőm, ezáltal a hirtelen előre nyomástól, gáztól, ugye kifordult a kormányom balra, nem is értettem, hogy mi történt. És tulajdonképpen itt elestem balra, ugye az autó közé estem, de utána tulajdonképpen fölkeltem, kitott gyorsan a motort, kiszállt ugye az autónak a sofőrje, megnézte az autóját, hogy van-e valami karcás, megkérdezte, hogy jó vagyok-e, mondom neki jó, de egy picit be voltam pánikolva, mert hisz azért csak a egészségemre gondolok ilyenkor, meg azért csak el kell tűnni a közlekedésből, és tulajdonképpen a kesztyűmnek, a bal kezemnél a kesztyű a szétszakadt, tehát ez egy ki lett dobva, egy hulladék lett. A kormányom elfordult, a sárvédőmnek a színe ugye lekopott, elől a nagy lámpának a fekete keretje az tulajdonképpen megtört, tehát az is meg lesz majd ki lesz cserélve, az irányjelző kapcsolókkal az is le lett tőle, de azt már megcsináltok, tehát a kormány meg ezeket a apró dolgokat meg lettek csinálva. Jóban azt hittem, hogy valami ereszt. Ja, nem jó van. Tetszik? Igen? Jó? Blum blum! Na, itt vagyok közben az étterembe. A kisfiút egy picit megmosolyogtattam, de várj, már nincs nyitva. Csak egy ilyen se kell tovább mennem. Most nem is vagyok, csak át kell választanom a távot, de ne nyitelték. Tessék! 125-ös uram! A 105-ös már nagy motor, uram! Persze, hát rendszámos! Meg a lemérik, uram! Persze, semmi baj! Igen! Tessék! Enduro, uram! Enduro!
Önök is, széles utat! Úgyhogy nem sokan ismerik a 105-ös kategóriát különben, ami egy picit szomorú, bár megint hülyeséget csináltam, mert most megint ugyanarra jöttem ki, mert én jobbra akartam volna menni, na mindegy, atak. Megyek inkább 50-nál basszus, mert csak tárt teszek a kerekeken, itt egy picka. Na és akkor itt vagyunk már a molnál. Na, nem találom az egyet, az meg.